Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. Segíti az önkormányzata a viharkárt szenvedetteket. Taggyűlést tartottak a bátaszéki nyugdíjas vasutasok. Nyitott szertárkapukkal várták a gyerekeket a tűzoltóságon. Rajzversenyen nyert 100 kg mézet az óvoda. Rendhagyó úszásóra a bátaszéki tanúszodában. Az elmúlt napok viharának kárvallottjai számíthatnak az önkormányzat segítségére, jelentette be Bozsalik Róbert polgármester. Az önkormányzati testület emellett meghallgatta gazdasági társaságainak beszámolóját, valamint arról is döntöttek, milyen keretszámokkal indulhat az óvodai oktatás a következő tanévben. Hosszú évek óta nem érte ekkora kár a bátaszéki gazdákat, mint az elmúlt napok viharai után. Házak teteje szakadt be, autók szélvédője törött be, és a mezőgazdaságban is jelentős károkat okozott a jégverés. Az önkormányzat úgy döntött, sürgő segítséget nyújt a kárvallottaknak. Várjuk azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a jelentkezését, akiknek a lakó ingatlanában, és ez fontos, a lakó ingatlanában kár keletkezett, és nem rendelkezik a lakó ingatlanára felelősségbiztosítással. Felmérjük az így keletkezett károkat, és szeretnénk hozzájárulni a károknak a helyreállításához. Ez természetesen azt jelenti, hogy nem tudjuk a teljes kárt önkormányzati támogatáson megtéríteni, de szeretnénk megkönnyíteni a helyreállítási munkákat. Arra kérjük az érintetteket, hogy legkésőbb péntekig legyenek kedvesek jelentkezni, lehetőség szerint lefényképezni a keletkezett károkat, ezt vagy e-mailben, vagy személyesen eljutatni ide a városházára. Ezeknek az ellenőrzése és beköltségelése meg fog történni, és rövid időn belül szeretnénk a képviselőtestület döntene arról, hogy milyen mértékben tudunk segítséget nyújtani. A testület tagjai döntést hoztak a jövő évi óvodai működés rendjéről is. 12 óvodai csoport fog indulni a társuláson belül, ebből 9 bátaszéken, egy óvodai csoport a hozzánk tartozó működtetésben résztvevő településeken, Alsónánán, Alsónyéken, illetve Pörbölyön. 3 német nemzetiségi csoport fog indulni bátaszéken a 9 csoporton belül, és ezekhez a csoportokhoz természetesen biztosítja majd a társulás a megfelelő állási számot, tehát nem történik változás a foglalkoztatottak tekintetében sem. És hát 2 bölcsődei csoport indításáról is döntöttünk, tehát továbbiakban is 2 csoportba tudjuk felvenni a bölcsődéskorú gyermekeket, amennyiben a jogszabályi feltételeknek a szülők eleget tudnak tenni. Az elmúlt évi adózásról elmondható, hogy a 2 önkormányzathoz befolyó adónem tekintetében a bátaszékiek eleget tettek kötelezettségüknek. Az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója mind a 2 területen szépen beérkeztek az adóforintok. A helyi iparűzési adóból a tavaly évben 301 millió forint folyt be az önkormányzathoz, a magánszemélyek kommunális adójából 32 millió forint, tehát ahogy mondtam, az előző évekhez képest ez teljesen hasonló módon folyt be. A követelés és a teljesítés aránya a az iparűzési adó tekintetében 89%-os volt, a magánszemélyek kommunális adója tekintetében pedig 82%-os. Az elmúlt napokban az önkormányzati testület meghallgatta a város 2 gazdasági társaságának beszámolóját. Az árszámadás alapján megállapítható, hogy a Bátkom és a Marketing Nonprofit Kft. Is szakmailag és pénzügyileg is teljesítettek, nyereséggel zárták az elmúlt esztendőt. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat zárszámadása is megtörtént. Nem voltak likviditási gondjaink, a számláinkat folyamatosan határidőben tudtuk teljesíteni, és egy jelentős pénzmaradványjal is zártunk, ami meghaladta 300 millió forintot, de itt hozzá kell tenni, hogy ezek elsősorban a pályázathoz kötődő, fel nem használt források, amelyek 2022-ben reményeink szerint a pályázatok megvalósítása során felhasználásra kerülnek majd. Beszámoltak tevékenységükről azok a szervezetek, melyek a közbiztonság fenntartásáért felelősek. Elmondható, hogy az elmúlt esztendőben csökkent a bűncselekmények száma, és a katasztrófavédelemnek sem kellett rendkívüli eseményen beavatkozni. A helyi tűzoltóság működésével kapcsolatban az látszik, hogy az önkormányzat által biztosított 2,8 millió forint nem elég a folyamatos működéshez. Így Bozsalik Róbert polgármester azt mondta, reményei szerint központi forrásból a szükséges fenntartási összeg másik 50%-a is megérkezik ebben az esztendőben. Éves taggyűlését tartotta meg a Vasutasok Országos Nyugdíjas Szervezetének bátaszéki közössége.
Bátaszék, Báta és Mőcsény települések nyugalmazott vasutasait fogja össze a szervezet. Az ő érdekeiket képviselik különböző szociális ügyekben, de a mindennapokban is segítséget nyújtanak egymásnak. Kisiskolások előadása nyitotta meg a Bátaszéki Vasutasok Országos Nyugdíjas Szervezetének éves taggyűlését. Az összejövetelen a régió nyugdíjas vasutasai vettek részt, illetve a pécsi régiós vezető is képviseltette magát. Az egész országban durván olyan 5 és 6 ezer fő között van a szervezetnek a létszáma. Én nekem a területem, ugye a Pécs terület, beletartozik Bátaszék, Pécs, Nagykanizsa, Kaposvár, és még sorolhatnám Gyékényes, Sobonyszob, és ezeken a területeken szervezzük a úgynevezett munkát. Ebbe beletartoznak a kirándulások, a segélyek. Nagyon fontos, mert nagyon sok régen elment vasutas, akik már nyugdíjban vannak, hát bizony 70-80 ezer forintos nyugdíjból élnek. Nagyon kevés az, aki a 150 ezer forint feletti nyugdíjjal rendelkezik. És nekik bizony jól esik, hogyha a szakszervezet tud valamilyen segélyt biztosítani számukra. Ez az egyik legfontosabb dolgunk. A másik pedig az, hogy a szabadidő normális kulturális felhasználása, hogy miért mondom ezt. Mert kirándulásokat szervezünk olyan helyekre, amit ugye 65 év felett nem kell fizetni, már hála Istennek, és akkor olyan helyekre viszük őket, ami a természetben kiránduló helyek vannak, várak, természetesen Badacsony is beletartozik ezekbe a területekbe, és jól érzik magukat. Főleg azok, akik egyedül maradnak, nem tudnak otthon mit csinálni, a családjuk esetleg külföldön van, őnek meg úgy lehet mondani, hogy életmentő ennek a csoportnak, szervezetnek a létezése. A szervezetnek ez is az egyik alapvető tulajdonsága. Tehát vannak a bizalmiak például, akik nem pontosan Bátaszéken, hanem a környező településeken vannak. Ők például tudnak mindenkiről, hogy mi van. Tehát milyen segítséget kérnek. Például a Covid alatt is volt, aki annyira lerobbant, hogy bizony vitték neki, amit ő összeírt, hogy mire van szüksége a mindennapi élethez, és segítik egymást. Ilyen szempontból, mert ismerik. Tehát beengedem, mert ismerem, tudom, hogy nem akar engem kirabolni, vagy esetleg más erőszakosságot elkövetni. A bátaszéki szervezet jelenleg 50 főből áll, de nem csak az ő érdekeiket képviselik, hanem a többi vasutas nyugdíjasét is. Jönnek a vasutas akik voltak a vasútnál dolgozók, a nyugdíjasok, jönnek különböző problémákkal hozzánk. Ez lehet szociális jellegű probléma, hogy kevés a nyugdíj, a nyugdíj emelést kér, özvegyek meghalt, akár így, akár úgy, özvegyi nyugdíjért, gyógyszer segélypapír, cukorpapír, intézményi segélypapír. Tehát ezt mind nekünk, Budapesten van a szervezetünk, az ONYSZ, és oda kell továbbítani, meg az ÖTA Pesten, tehát ezeket oda kell továbbítani, kitöltsük nekik, megbeszéljük a gondjaikat, problémáikat. Házhoz megyünk tagdíjat szedni, mert ebből az 50 főből legalább 25 beteg, aki ki sem tud ide jönni. Házhoz járok, beszedem a tagdíjat, ott intézem el akkor ezt a papírügyeket, úgyhogy, sőt, soknak még én adom fel a postán is, tehát sok-sok-sok minden van, ami ehhez tartozik. Elnökválasztás lesz, és micsoda lesz még, gazdasági választás, és elnökhelyettes választás. Előbb az értekezlet, és akkor utána lesz ez. 4 évente újítani kell. Én nem mondanám, hogy engem már 2001 óta 4 évente mindig visszaválasztottak, a tagok választanak. Bátaszék, Mőcsény, Báta települések nyugdíjas vasutas dolgozóit fogja össze a helyi szervezet, akiknek a legközelebbi rendezvénye jövő hónapban lesz. Itt kötetlenebb formában közös főzéssel, beszélgetéssel töltik majd el a napot. Nyitott szertárkapukkal várta a családokat gyereknapon a Bátaszéki Tűzoltóság. A már közel 2 évtizede minden évben megrendezésre kerülő program célja, hogy közelebb hozza a gyerekeket ehhez a hivatáshoz. A rossz idő ellenére sokan meglátogatták a bátaszéki tűzoltó laktanyát vasárnap.
A nagy koromba tűzoltó leszek. Simon Csaba saját sisakjában látogatott el a nyitott szertár elnevezésű programra, a bátaszéki tűzoltóságra. Mentünk a tűzoltóautóval Pécs felé. Hát nem volt tűz, de meglöcsöltek itt kicsit a tűzoltók, de jó, hogy hoztam sisakot. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2004 óta minden évben gyereknapon szervezi meg ezt az országos programot, ahol a gyerekek jobban beleláthatnak a tűzoltók életébe. Simon Anita hősöknek tartja a lánglovagokat. Mentik az embereket, meg persze tüzet oltanak. Ma van a gyereknap, és így jó játszani itt a tűzoltóautókban, igazából nem is játék, hanem így ez az ő munkájuk, és meg a munkahelyük, ezért mi nem nagyon szoktunk itt játszani, hanem itt megmutatják, hogy mi micsoda, meg megfoghatjuk a dolgokat. A szervezet fontosnak tartja, hogy minél előbb megismertessék a gyerekekkel ezt a hivatást, és ezek a napok remek alkalmat kínálnak erre. Most már több éve mi is rendszeresen hozzátársulunk, mint bátaszéki tűzoltóság is. Kicsit közelebb kerüljünk a gyerekekhez, bár rengeteg olyan rendezvényünk van, amikor akár a múzeumok éjszakája is, amikor ilyen nyílt napot rendezünk, és be lehet jönni hozzánk, és már több család járt nálunk. Sajnos tegnap lett volna egy rendezvény, egy nagy családos gyereknap, az elmaratán, ezért is az emberek most jobban kimozdulnak a tegnapi elmaradt rendezvények miatt is. Természetesen ez a nap arról szól, hogy ne csak a szirénázó tűzoltóautót látják, hanem betekintést kapnak a mindennapjainkba. Itt a szertárban hogy élünk mi, hogy telik a szolgálat, az autónak a málháját, hogy mire is használjuk, mivel mikor elrobog egy szirénázó tűzoltóautó, ezt nem látják, hogy mi van tűzoltóautóban, kicsit betekintést kapnak, megfoghatják-e, akár némelyiket kipróbálhatják, ruháinkat felpróbálhatják, kicsit beülnek az autóba, kicsit megsimogatják, kicsit szirénázunk nekik. Tehát jól látni ezt, hogy szeretik ezt a szakmát, szeretnek minket. Hátul tud ülni 4 tűzoltóbácsi, mindegyiknek van egy saját légzőkészüléke, ugye a kezeteket bele is tudjátok fűzni. Azt húzzák fel a hátukra, már menet közben. Itt, ahol én helyezkedek el, itt ül a tűzoltásvezető, ezek tűzállókesztyűk. Fogjátok meg, hogy milyen, nyugodtan. Vegyétek le, ott is van még. Ezek olyan kesztyűk, hogy ezek tűzállóak, hogy a nagy hőt elbírják, közel 400 fokot is akár. Illi József azt is elmondta, hogy egy-egy vonuláskor a szomszédos óvoda kerítése megtelik integető gyerekekkel, ami felemelő érzés a lánglovagok számára. Reméljük, hogy ők lesznek a utódok, ha legalább egy része is, de valószínűleg előbb-utóbb kitükkötnek nálunk az Egyesületbe, és az Egyesületből meg kicsit tovább tanulással, akár hivatásos tűzoltóként is majd helyt tudnak állni. Álljátok a két oldalára ki. Hajtsátok fel, kezdetre vigyázni mindegyik. Több mint 6200 pályamunka közül nyerte meg a Tehetsz Még Többet program által meghirdetett rajzpályázat fődíját a bátaszéki óvoda. A jutalom 100 kg méz volt. A program célja, hogy a legkisebbek is megtanulják, milyen nélkülözhetetlen a méhek szerepe az életben. Több mint 100 kg méz érkezett a bátaszéki mikrotérségi óvodába kedreggel. Ez volt a fődíja a Tehetsz Még Többet program által meghirdetett rajzpályázatnak. A programot 2 évvel ezelőtt hívták életre annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az ágazat hanyatlására és a méhek szerepének fontosságára. Az óvodások saját eszközeikkel mutathatták meg, miért fontosak életünkben a méhek. Több mint 6300 pályázatot kaptunk ez idő alatt, ami azt kell, hogy mondjam, minden várakozásunkat felülmúlta. 6 országból, 707 óvodából érkeztek pályaművek, ami azt jelenti, hogy minden 7. óvodából kaptunk rajzot, és nem csak egyet, hanem többet is, úgyhogy tényleg le a kalappal az óvisok előtt, meg a felkészítőik előtt, mert nagyon komolyan vették ezt a feladatot. Volt, aki mély viaszból öntötte ki a rajzát, volt, aki a kis propolisszal szórta be a virágot, hogy még élethűbb legyen, de a hajtogatós technikától, színezős technikáig mindent kaptunk.
39 gyermek készített munkát, majdnem valamennyi csoportból készítettek a gyerekek, és nagyon nagy büszkesége számunkra és öröm, hogy két kisgyerek munkáját emelték ki ebből a rengeteg munkából, ami beérkezett a pályázat kiírójához. A pályázatra beérkezett közel 6300 alkotásból a bátaszéki óvodába járó Schulz Helena és Galla Bende együtt készítették el a Barátaink a méhek című képet, amivel megnyerték intézményüknek a 102 kg mézet. Nagyon örülünk mindannyian ennek a teljesítménynek. Igazából nem így indultunk ennek a pályázatnak, hogy megnyerjük a fődíjat. Nagyon szeretnek a gyerekeink rajzolni. Ezt próbáljuk kihasználni. Igyekszünk az arra érdemes pályázatokra munkákat benyújtani. Ezt azért választottuk ki ezt a pályázatot, hogy készítünk munkákat, mert a mézzel a gyerekek már néhány évvel ezelőtt megismerkedtek. Ugye pár éve lehetőségünk volt arra, nem is egy alkalommal, hogy mézes reggelin vehettek részt a gyerekeink. Nagyon-nagyon élvezték, aztán későbbiek során ez egy picit átalakult annyiban, hogy egy helyi méhészt hívtunk meg, hogy különböző ismereteket, tudást próbáljon átadni a gyerekek számára a méhek életével kapcsolatban, vagy egyáltalán milyen eszközöket használ egy méhész, és ezt felhasználtuk arra, hogy a rajzok készítéséhez megfelelő motivációt, élményt tudjunk a gyerekeknek nyújtani. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, és ez is megdöbbentő volt számunkra, hogy az óvónők és a pedagógusok mennyire komolyan veszik ezt a feladatot, hogy a kicsiket már tényleg maguktól elkezdték edukálni arra, hogy miért van szükség egy fenntartható világkép kialakítására, miért kell vigyeznünk a méhekre, ugye 10 élelmiszer előállításában 7-re szükségünk van a méhekhez. És hogy Albert Einstein mondta, méhek nem lennének, az emberiség kihalna. És ezt valahogy tényleg meglepődésünkre már óvodában elkezdték tanítani nekik az óvónők, és emögé tudtunk mi beállni egy kicsi hátszéllel, úgyhogy szerintem teljesen jó irányba haladunk. A beküldött alkotásokat, így a bátaszéki gyerekek rajzait is megtekinthetik az érdeklődők Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeumban, Európa legnagyobb beporzó tárlatának részeként december végéig. Szülők nézhették meg ovis gyerekeiket a rendhagyó úszásóra keretein belül a bátaszéki tanúszodában. Az elmúlt évek alatt szokássá vált, hogy a tanév végén az oktatók egy bemutatót tartanak a szülőknek, hogy lássák, mennyit fejlődött a gyerekük az úszásóráknak köszönhetően. Óvodások mutatták meg szüleiknek a rendhagyó úszásórán, hogy milyen ügyesen tudnak már a vízben mozogni. Több éve már, hogy intézményesített keretek között Bátaszéken és a környéken óvodába járó gyerekeknek lehetőségük van oktatásra járni a tanúszodába. Pörbői, Alsónyék és Alsónánai óvisok is heti szinten jönnek és sajátítják el a biztonságos úszás alapjait. Éppen azon gondolkoztam, hogy igazából mióta itt Bátaszéken megépült ez a nagyszerű tanúszoda, a mi óvodásaink azóta járnak ide vízhez oktatásra, úszás oktatásra. Én úgy gondolom, hogy a mi óvodásaink nagyon szerencsés helyzetben vannak ebből a szempontból, hogy járhatunk ide. És ráadásul még az úszoda épülete és az óvoda épülete is igen közel van egymáshoz, szinte egy karnyújtásnyira, tehát az ide jövetel sem jelent nehézséget számunkra. Ebben a nevelési évben 60 nagycsoportosunk járt vagy jár úszásoktatásra, de tulajdonképpen az elmúlt években is hasonló nagycsoportos, hasonló számmal érkeztünk ide. Nagyon támogatóak a szülők, tényleg nagyon elfogadták azt, és látják ők is ennek a mozgásformának, az úszásnak, a vízhez szoktatásnak a jótékony hatását, úgy a mozgásfejlődésre, úgy a gyerekek személyiségének a fejlődésére. Tehát nagyon pozitívan állnak hozzá, támogató a hozzáállásuk, minden feltételt biztosítanak a gyerekek számára. Ugye itt gondolni kell a szemüvegre, úszósapkára, papucs, ugye ennek rendszeresen itt kell lenni, heti szinten jönnek a gyerekek, annak tisztának kell lenni,
be kell tenni a kis csomagba, tehát nagyon odafigyelnek ők is, hogy minden feltétel adott legyen a részükről is. Az óvoda minden tanév végén lehetőséget biztosít a szülők számára, hogy megnézzék, gyerekeik milyen ügyesen és magabiztosan viselkednek a vízben, mennyit fejlődött az úszótudásuk. Sajnos az elmúlt két évben ugye a járványhelyzet miatt nem tudtuk ezt megtenni, illetve hát az úszodába járásunkat is tulajdonképpen meghiúsította ez a helyzet. Viszont az idei évben tényleg épp Ákossal is beszéltük, hogy óriási fejlődésen mentek át a gyerekek. Nagyon odafigyeltünk, talán még hatványozottabban arra, hogy rendszeressé tegyük az úszodába járást, illetve nem volt így üres járat, üres óra, hogyha betegségek miatt mondjuk egy-egy csoportból sok hiányzó volt, akkor összecsoportosítottuk a gyerekeket, és előfordult az is, hogy egy-egy kisgyerek két úszásoktatáson vett részt, de hát ez is csak igen pozitív hatású volt. Nagy Ákos kapta azt a feladatot, hogy a kicsiknek megtanítsa az úszás alapjait, és kialakítson bennük egyfajta vízbiztonságot. Én vagyok az óvodás úszásért felelős, kijelölt felelős, aki egyébként nagyon nagy örömmel vállaltam ezt a feladatot, mert ez egy teljesen más terület, amihez én hozzászoktam. Tehát főiskolás éveim alatt kicsit mosolyogva néztük az óvóbácsikat a főiskolán, de azt kell mondanom, hogy teljesen jól érzem magam ebbe a szerepbe, és az is elmondható, hogy kölcsönös a viszony, hiszen ez a közel 80 óvodás kisgyereke nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom ebbe az egy évbe, és ennek tudható be az, hogy ma egy olyan programot szervezünk, ahol ebből a 80 gyerekből mintegy 30 gyereket kiválasztottunk, akikkel egy bemutató foglalkozás keretében egy kicsit méltatjuk az ő munkájukat, és hát szeretnénk a szülőknek is egyfajta visszacsatolást adni arról, hogy milyen ovis úszás munka folyik, illetve a gyerekeik milyen szinten állnak. Azok a gyerekek, akiknek tehetségük és kedvük is van hozzá, az óvodai oktatáson túl az úszó szakosztályban is folytathatják a sportolást. Egyrészt mind a 80 ovis, aki hozzánk járt, az kapott egy olyan alapot, egyrészt, amivel vízbiztonság érzetét tudjuk kialakítani, tehát ezek a gyerekek 99%-ban vízbiztosak. Tehát én azt mondom, hogy a 80 gyerekből talán 2-3 olyan van, aki nem merül még biztonságosan, de alapvetően boldog a vízbe. A többi 99% az vízbiztos, azaz azt kell mondanom, hogy az iskolába nem fog problémát okozni, amikor majd először a vízbe mennek. Tehát nem egy vízhez szoktatással kell kezdeni az első évfolyamot, hanem már erre tudnak ráépíteni az iskolai testnevelők. Másrésztről nyilván van egy olyan szándékunk is, hogy a legtehetségesebb gyerekeket kiválogassuk, és adjunk egy visszacsatolást mind a gyereknek, mind a szülőnek, és egy ajtót mutassunk arra való tekintettel, hogy van lehetőség a bátaszéki úszó szakosztályba folytatni. Nyilván nem fogja mind a 30 gyerek itt folytatni, de ha kapnak egy pozitív megerősítést, és a gyerek is jól érzi magát ebbe a közegbe, akkor megadjuk rá az esélyt, hogy a bátaszéki úszó szakosztályba folytathassák ezt a munkát. Gyakorlatilag az úszó szakosztályban mi 4 éves kortól várjuk a gyerekeket, de alapvetően az óvoda intézményesített formájában középső kortól kezdik. Kolléganőm Buher Klára viszi a középsősöket, és én viszem a nagy csoportosokat. A gyerekeket fokozatosan szoktatják a vízhez, hiszen nem mindegyik bátor elsőre, de az idő előre haladtával már szívesen és nagy örömmel vesznek részt az úszás órákon, és ez látszott is a most megtartott bemutató órán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!